Sziasztok, Kriszti vagyok, és ez itt a Liluland csatornája. Ma Tokai Pati rendező egy nagyon fontos dologba lesz a segítségemre, ugyanis ahhoz, hogy én bejelentkezhessek és telefonról egy tök jó videót készíthessek magamról, az egyik legfontosabb szempont a fény. Kezdjük az alapokkal, ugye van természetes fény és mesterséges fény. Természetes fény a nap. Tehát amikor az ember nagyon sietős és nem akar cizellálni semmilyen extravagáns képű dologgal, akkor is tök fontos, hogy legalább a napot vegye figyelembe. Ugye most mi így járunk, a nap az minket szemből kap. Jó, ott kint van az óriási méretű ablak. Ergo, hogyha te most mondjuk szeretnél egy állítót, mert miért fektetett videót csinálnál, állított videót szeretnéd csinálni mondjuk a barátnődnek, hogy akkor pénteken nálam buli, akkor célszerű, hogy az arcod kapjon fényt. Azért, hogy először is látszódjon az arcod, mit beszélsz, meg hogy a szemed is ott van mind a kettő. Ezért fontos, hogy a napfényt, amennyiben napfényre van lehetőségünk, használjuk ki. Jó. Ugye most igazából mondhatni majdnem szórt fényünk van. Tavasz van, viszont a napsugarai azok nem jönnek be a lakásba, csak ott hátul, hát ott picit ott mögötted. Ja, igen. Aha. Így mutatom. Ott. De mi nem abban a napfény csíkban állunk, hanem előtte, ergo egy szórt fény megy az arcodra, ez azt jelenti, hogy nincsen szemgödör árnyékod, órárnyékod, tehát szép az arcodon a fény, szépen kiegyenlíti. Igazából ez egy pont jó, ha engem kérdezem, igen? Igen. Ha mondjuk például hátra állnánk oda a fényforrásba, akkor ez teljesen máshogy nézne ki. Jót tenne, vagy rosszat? Ez most nagyon rosszat tenne, mert egyéb fényforrásokra lenne szükség az, hogy kiegyenlítsük a dolgot. Nagy valószínűséggel az arcod ebben a fénységben kiégne, lehet mondjuk ide kerülne, és akkor ez így egy fehér kiégő csík lenne. Benti fényekre nem csak akkor lehet szükségem, hogyha kinn rossz idő van, hanem az egyébként is tud a segítségemre lenni. Igazából szemből és kicsit fentről jövő fények azok minket nagyon segítenek, és szórt fény, tehát lényeg az, hogy ne spotolva, ne egy irányba, csak mondjuk az arcod egy bizonyos szegmensét kapja el, mert a többi része nem lesz szép. Szórt fény lehet például mondjuk egy sima állólámpa egy nappaliban. Úgy kell forgatni mondjuk picit a kis búráját, hogy az mondjuk felénk jöjjön. Ezzel az egyszerű itthoni olvasólámpával mondjuk egyik oldalról adjuk neki egy kis sárga fényt. Mi a jobb, hogyha egy oldalról jön a fény, vagy próbáljam meg kicsit így szemből? Ezt szerettem volna mondani, hogy pont így, ahogy tartod. Aha. Olyan nincsen, hogy véletlenül rá zoomolok valami hibámra jobban a szép fénnyel. Egy ilyen szórt fénynek nevezett kicsit oldalsó fényjel nem, de mondjuk, hogyha itt a zombit játszanánk, és mondjuk ezt így például lentről, igen, ez annyira... Jó, ebből nem lesz nyitókép, oké. Okay. Ezen kívül az, amire például a mesterséges fények azok nagyon alkalmasok lehetnek, hogy amikor mondjuk van az arcodon egy elfogadható mennyiségű szép szórt fény, akkor a háttérbe különböző díszfényeket lehet feltenni. Az amerikai filmekben lehet ezt látni, látom. Nappal, lakásbelső, majd nézzétek meg, nincs olyan amerikai filmben jelenet, hogy valamelyik éri szekrény, vagy állólámpa, vagy benti lógó lámpa ne égjen. Itt vagyunk a fürdőszobában, hát az a lényeg, hogy ugye most egy nagyon kevés kék, hideg fényünk van. És egy nagyon egyszerű, óriási nagy dolgot fogunk csinálni, ezt a sminkpatkót, felkapcsoljuk rajta a lámpákat. Hideg fény, meleg fény. És mind a kettő jó, figyelj. A szórt homogén kevés kék, ez meg ugye szépen, ez a mennyi? 10 darab, ugye kis fényfoltunk, egységesen, sárgán jól meghozza az arcot. A sárga amúgy is szép abban a szempontból, mint hogyha sokat járnánk szoliba, és mondjuk meg szépen sárgásítja, barnásítja az arcát. Köszönöm szépen a segítséget, és köszönöm, hogy megmutattad nekem, hogy hogyan lehet egy telefon segítségével. Mindegy, hogy kint vagyok, bent vagyok, tél van, nyár van, este van, napsütés van, a legszebb effekteket, meg hatásokat elérni, hogy minél szebb legyen az arcom, úgyhogy szuper. Ha tetszett ez a videó, és szeretnél még hasonlót látni, iratkozz fel a csatornánkra. Szia! Hello!